Szeretettel köszöntöm Szikora Józsefet, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnökét, és hát egyben a Katolikus Rádió főszerkesztőjét. Szervusz Józsi! Szervusz, dicsértessék a Jézus Mindörökké, amen! Örülök, hogy eljöttél hozzánk. Ez a szép ünnep apropót ad arra, hogy ma egy kicsit a katolikus újságírásról beszélgessünk, és mindjárt azért kezdjük azzal, hogy te hoztál egy könyvet. Igen, Művészettel Istenhez az a címe, ez a László barátunk szerkesztette, tavaly nyáron jelent meg, és hát az a megtiszteltetés ért engem, hogy Dragonics Márta, Eperjes Károly, Török Máté, Mezei Katalin és mások mellett én is egy egyik szerzője lehettem. És hát itt a kérdés az volt, hogy művészete a média. Hát erre nem lehet lehetne azt mondani, hogy nem, de hát nem lenne igaz, meg az se lenne teljesen igaz, hogy hát persze, nagyon is művészet. Minden esetre az ezzel kapcsolatos elmélkedésemet egy levéllel zártam, amely levél hát Ferenc atyának van címezve, Szalézi Szent Ferencnek. Itt van benne. Ó, és miről ír ez a levél? Hát azt írom, hogy kedves Ferenc atya, azért írok neked, mert baj van a hivatásunkkal. A te határozottságodra, szelíd, meggyőző erődre volna szükség, de mi nem bővelkedünk ezekben. Mint egykor te, mi sem juthatunk be a városba, amelynek szolgálatára küldetést kaptunk. Ne jegy meg ne jegyenek meg, azért nem ennyire borzasztó a helyzet, de tényleg így van, ő nem juthatott be Genfbe. Calvin János volt akkor ott a főnök, és levelezés útján tartotta a kapcsolatot a híveivel. Sőt, hát úgy tudom, hogy igazán nem tudom biztosan, de hogy a leveleket a küszöb alatt dugdosta be, és hát ezért lett többek között a nem a levelező tagozat, hanem a média, az újságírás védőszentje. Szóval írom, hogy sokan megtértek a szabadra, mi azonban nem nagyon látjuk az általunk kimondott szó, a leírt betű foganatját. Sokáig hittük, hogyha nyilvánosságot kaphat az igazság, ha a hamis már meztelen királyként áll a nép előtt, akkor másképp lesz minden. De tudod, Ferenc atya, nemhogy más, még olyanabb lett a világ. A te templomodból kitiltották a híveket, de legalább az üres templomban fölmehettél a szószékre. A prédikációt aztán levélben küldted el a barátaidnak. Hú, itt egy olyan mondat következik, amitől most, hogy olvasom a saját szövegemet, megijedek. Tudod, előttünk is zárva a város kapuja. A mi templomunkat is kiürítették, és úgy tűnik a szószék lépcsőjéhez vezető úton is kattan a lakat. A posta meg bezárt állítólag a fűtés miatt, és amúgy sem tudnánk megfizetni a kézbesítés díját. Az a kérdés, kedves Ferenc, hogy érdemes még, próbáljuk még szimfóniává szerkeszteni a hit tétova dallamát, szöveggé gyúrni a gondolat rőzse lobbanását. Várjon még válaszra a kérdés, legyen alapos az állítás. Szóljon tisztán a beszéd, énekeljen a dal. Mondd, Ferenc, írjunk még, szóljunk még. Szalézi Szent Ferenc újságírók védőszentje, könyörög érettünk. Hát, szép gondolatok. Azért ez a Covid idején születhetett, később, amikor, meg az, amikor később. Még ráadásul ugye a posták zártak be az áram számlák miatt legalábbis hát egy idő nem volt. Nem nyitottak ki azóta sem. Igen, hát igen. Ez. Minden esetre azért nagyon sokat változott az utóbbi években az újságírás, a katolikus újságírás. Mennyire tudunk kimenni a világba, és mennyire tudjuk ezeket a csatornákat megfogni, ami a mai világra jellemző? Hát igazából a kérdés a számomra itt is ez, hogy tudunk-e úgy szólni, hogy azok is meghallják, akik nem kifejezetten ezt keresik, de amúgy éhesek a szóra, meg éhesek az igazságra. És nem látom rózsásnak a helyzetet. Szóval az eklézi, a görög szó, az a ókori görög társadalomban a közügyek intézésére kihívottakat, összehívottakat, ezeknek a közösségét, hát akkor csak férfiak foglalkoztak közügyekkel, szóval ezeknek a férfiaknak a közösségét jelentette, és Szent Pál alkalmazza először a Krisztusban összehívottak, a Krisztusban kihívottak gyülekezetére. Tehát a köz szolgálata benne van az egyház genezisében a jelen, és pont ez lenne a feladatunk, hogy mindenkinek mindene legyünk, és illetékesek vagyunk, most túlzónak fog tűnni, de abban is, hogy mit tudom én, ha elromlott a mosógép, akkor azt hogy kell, tehát
lehetőség kellene legyen arra, hogy az egyház platformjáról az egész életre vonatkozó segítséget, támogatást, erősítést lehessen kapni. Régebben azt hiszem, hát ugye nem voltam ott, de a középkori pap az együtt élt a híveivel, az segített a palántázásban is meg, hogy műveljék a földet. Tehát az egész életük, az emberek teljes életét az egyház, a katolikus hitünk meghatározta. Hát a szekularizációnak nevezett folyamat, ami szerintem azért már 16. században elkezdődött, van, aki ezt vitatja, későbbre teszi, hát az ezt megváltoztatta, és én úgy érzem, hogy a médiának éppen, hogy lenne lehetősége arra, tehát a klírus egyház az úgy bennmaradt a templomban. A média az jobban kint tud lenni. De hogy több muníció kéne ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk ott kint működni. És mi hiányzik szerinted? Hát mondhatnám, hogy pénz, de az is, meg annak a belátása, hogy ez jogos. Azért egyre több fiatal pap van, aki jelen van a közösségi médiában, elég aktívan is. Ez is nagyon érdekes, ugye most nem akarok odáig elmenni, hogy mi mindent történik, és hogy a celebség és a papság milyen viszonyban lehet egymással. Tudunk sajnos nagyon kellemetlen példát is erre, amikor kilépett papok a YouTube csatornájukon együtt szapulják a püspököket, szóval azért ez nem túl barátságos dolog. Van a médiának, vagy legalábbis volt egy standardje, egy igényessége, hogy szerkesztés, hogy nyelv, hogy a magyar nyelv, a magyar kultúra értékeinek az ápolása és így tovább. És ezeken a csatornákon ez nincs, ez hiányzik. Most ez a helyzet, tudom, és nem is azt akarom mondani, hogy meg kellene ezt tiltani, hogy ők azt csináljanak, amit akarnak, de nem kezelt ez a helyzet, hogy egy pap mit művel a TikTokon, az akár jó, akár nem, hogy mérje az evangelizációnak hogy mértéke az, vagy lehet-e azzal mérni, hogy hány lájkot kap, vagy hány követője van a TikTokon, erre a kérdésre nem tudnék válaszolni, de kérdés, az biztos. Milyen fórumot adhat a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége a katolikus médiának, újságíróknak? Most például a új elnökségünk van, tavaly nyár óta, ez remélem, hogy új lendületet is ad. Persze rengeteg nehézség van, de az egyik tervünk, amihez pályázatot, tehát pénzt akarunk rá szerezni, és akkor meg is valósítjuk, hogy csinálunk egy csomagot, amit elviszünk éppen a plébániákra, éppen a különböző közösségekbe, vagy szemináriumban, például a papi szemináriumokban, hogyha szívesen veszik, ami egy ilyen médiaedukációs, egynapos képzés lenne, megfelelő hozzáértő emberekkel, és az elsődleges célunk a médiának a tudatos használata. Szóval jó az önfeledtség, de szeretnénk segíteni abban, hogy mind média felhasználóként, mind média aktorként tudatosan, koncepciózusan, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy egyházi emberként az egyház vérkeringésében belül tudjunk dolgozni. Na, erre van a Makusznak egy konkrét terve, ez éppen folyamatban van, zajlik a pályázati eljárás, hogy ehhez anyagi támogatást is kapjunk. Uh-huh. És milyen eredményeket vártok ettől? Hát, mi a cél igazából? Edukálni a fiatalokat, a fiatal papokat is akár? Igen. Hát persze, itt a probléma, hogy mi legfőjebb figyelmet tudunk felhívni, azt, például ezt a dilemmát, hogy beérheted-e avval, hogy mennyi kattintást kapsz, és akkor az elég-e, hogy ennyi követőd van, az mit jelent? Hogy tényleg jelent-e valamit? Vagy hogy akár elmennék odáig, és ez persze nem kizárólag média kérdés, hogy miről akarsz beszélni, magadról, vagy,
vagy az evangéliumról, Jézusról. Persze nem lehet téged kizárni onnan, ugye ebből a dologból, hát az apostoloknak is saját karakterük volt, és hány szentünk van, akik a saját személyiségük által hirdették, de tehát, hogy mondjam, nagy kísértés a médiának, hogy magamra mutogatok, és azáltal érek el mondjuk kattintásokat. Nekünk az Úr Jézusra kell mutatnunk. Fontos szó a hitelesség, amikor újságírásról beszélünk. Ez a mai világban egyre kevésbé fontos, úgy tűnik. Egy katolikus újságíró mit tud hozzáadni ehhez, akár a világi médiában is, de akár a katolikus médiában is? A Katolikus Újságíró Szövetség számos tagja, sőt, ez egyáltalán nem elvárás, hogy az egyházi médiában dolgozzanak a tagjaink, hanem már tényleg a világi médiában is dolgoznak, hogy nem tudom megmondani, hogy mi a hitelesség, a tisztesség, becsület, civilizáltság, kultúráltság. Majdnem mondhatnám, hogy mi minden nem, ami most azért nagyon erősen, hogy az emberi személynek a tisztelete ugyanakkor, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a dolgok néven nevezése. Hogyha csak úgy csúszkálok, kígyó vagyok a nem mondom milyen orváladékba, szóval akkor nem leszek hiteles. A határozottság, világosság, de ahhoz tudni kell, hogy mi a mondani valóm. Lehet ezzel lájkokat gyűjteni? Kevésbé. Tehát ha kimondjuk az igazságot, akkor kevésbé. Igazából ez nem is érdekli már az embereket? Hát ha botrány, akkor talán, de ott sem az igazság érdekli annyira, hanem a botrány érdekli inkább. És mi tehetett? A média átalakulása tehet erről egyébként? Tehát, hogy a mai világban ennyire ez vesz minket körül, és gyakorlatilag árral szemben úszunk akkor? Azt hiszem, igen, de hát az egyház mindig, és Jézus maga is, hát mi lett vele? Ebben Szalézi Szent Ferenc egyébként a tökéletes példaképünk lehet. Hát ő kitartott ebben. Hát igen, megtalálta azokat a ahogy itt is idéztem, vagy próbáltam idézni, hogy levelezés útján tartotta a kapcsolatot a barátaival, amikor másképp nem lehetett. Hát nekünk is, ez igen, feladatunk, hogy megtaláljuk a lehetőségeket arra, hogy akkor is csináljuk, ha nem lehet, vagy hogyha nem, nincs belőle like, vagy ha nem adnak rá elég pénzt. Igen. Hogy látod egyébként a jövőt? Mennyire bizakodva tekintesz a katolikus média jövőre felé? Hát ugye ez úgy a fluktuát non mergitur, tehát hogy hánykolódik, de el nem süllyed, mondják az egyházra, meg másra is mondják, erre is mondom, tehát ahogy a pokolkapui nem vesznek erőt az egyházon, de az egyház ige hirdetésén sem fognak erőt venni, rengeteg probléma van. Előbb említetted a fiatalokat, fiatal papokat, az elnökségünkben is most van egy erős középgeneráció, és van 30-as fiatal ember is, és vannak olyan fiatalok által kezdeményezett média platformok, amelyek nagyon hitelesek, nagyon lelkesek, amelyek tele vannak parázssal és gyújtó tűzzel, és ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy erről nem, ha csak olyan lagymatag vagyok, akkor mi történik velem, az Úristen hát kiköp, és látok ilyen tüzes fiatalokat, akikben megvan az esély, hogy másokat is lángra lobbantanak. Legyen így akkor. Józsi, nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen, dicsértessék, hogy Jézus mindörökké. Amen.